Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 2-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, ehhez jön még egy napi kártya, az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai vagy a tervei. Itt látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. A víz eleme szimbolizálja az érzéseket, a szeretetet. Tehát ő ennek tudatában van. Vannak érzései, és ti az ő gondolataiban, mint egy királynő megjelentek. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, és mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a kártya adja rá választ. A hetes szám a hold energiájával van összefüggésben, és az jelenti az álmokat, a vágyakat és a reményeket. Miben reménykedik ő, hogy ti itt elfoglaljátok ezt a helyet? Mert ez a tiétek, és ő tényleg úgy néz rátok, mint egy királynőre. És legyen ez a tartásotok, mutassátok ki büszkeségeteket, mert ő így szeretne látni benneteket. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, ezt mutatja itt ez a kártya. Ez a hajó itt a háttérben a reményekre utal, és ez a hölgy ide megérkezett. Neki is az az érzése, hogy nálatok van a helye. A hármas szám arra utal, hogy ti ketten egy újat alkottok. Az lehet egy közös munka, vagy egy közös érdeklődés is. Viszont a hármas szám utalhat arra is, hogy egy harmadik személy figyel benneteket, vagy beleavatkozik a helyzetetekbe. Ez lehet jó, de lehet rossz is. A napi kártyát ez a virág jelképezi, ez egy szerencse, vagy egy meglepetés, egy ajándék, és ez egy kellemes hangulatot okoz. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, asztrológiával, vagy asztrológia nélkül. A díjam asztrológia nélkül 3500 forint, asztrológiával pedig 8500 forint. Kérhettek tőlem egy havi elemzést is az asztrológia részéről, és ebben az esetben a díjam szintén 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!